Három mérkőzés után három győzelemmel áll az Audieto KC a Bajnokok Ligája a legjobb 8 csapata között. Az egyhetes szünet előtt a lányok nagyon magabiztosan 24-18 arányban győzték le a korábbi BL győztes Larvikot, ezzel pedig nagy lépést tettek a továbbjutás felé. Ennek a találkozónak a visszavágója következik szombaton. Ambros Martin, a zöld-fehérek vezetőedzője ugyanakkor kijelentette, nem szabad, hogy az előző siker könnyelművé tegye a csapatot. Nem az előző meccsre kell gondolnunk, az már történelem, viszont a saját történelmünket magunknak kell írni. A legfontosabb, hogy felejtsük el a különbséget, hogy mi volt a múltban, ezt mindet magunk mögött kell hagyni. Egyetlen dologra kell koncentrálnunk, ez pedig a szombat, a Larvik elleni hazai mérkőzés, nem pedig az, amelyet ott játszottunk két héttel ezelőtt. Against Larvik and forget about that we won in Larvik 2 weeks ago. A szakvezetőhöz csatlakozott Jovan Karadzsevic is. A montenegrói szélső szerint jóval nehezebb lesz a győri találkozó, mint a norvégiai volt. We know that now start more 3 games and we must forget. Most 3 másik mérkőzés áll előttünk, nem foglalkozhatunk az elmúlt meccsekkel. Biztos vagyok benne, hogy a hétvégi Larvik elleni találkozónk sokkal nehezebb lesz, mint a kinti volt. Ők biztosan nem leszegett fejjel jönnek Győrbe, mindenképpen nyerni akarnak majd. Mi határozott védekezéssel készülünk, ugyanakkor meg akarjuk állítani a leruhanásaikat, hiszen ez a Larvik egyik erőssége. A csapatnak egyébként sűrű programja volt az elmúlt hetekben. A hétközi találkozók miatt kevesebb edzéssel készültek a lányok. Hornyák Dóra szerint azonban kemény munkát végzett ezen a héten a csapat. Nyilván mindig az a célunk, hogy minden meccset megnyerjünk, meccsről meccsre készülünk, és bízunk benne, hogy tényleg megnyerjük minden meccsünket. A Larvik elleni mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Magvasi Mihály sportcsarnokban.